Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Taníts egy Fikcsit legújabb része, én Kóródi Tomi vagyok, és hát a mai adásban ismételten egy eszeveszett, brutális hírességet, már egy élő legendát sikerült elcsábítani, nem is tudom szavakba önteni, hogy mennyire hálás vagyok és megtiszteltetés, hogy eljöttél hozzánk. Madarász Gáborról van szó, hogyha valaki nem tudná, Madi, hogyha nem probléma, akkor így. Nyilván. Köszönöm szépen. Anyámat kivéve gyakorlatilag mindenki. Szóval Madi jött el hozzánk, és tanít nekünk ma egy fikcsit, úgyhogy izgatottan várom minden egyes pillanatát a videónak. Kezdjük is el! Ahogy már megszokhattátok, meg hogyha te is láttál már ilyen videót, igen. Akkor egy kis feszültségoldásként, ez főleg most nekem van erre szükségem, egy nevetéssel kezdenénk. Én azt álltam ki neked, hogy arra lennék kíváncsi, hogy tudnál-e úgy nevetni, mint a filmekben a főgonosz, amikor elújságolja a bandájának a tervét, és a végén ilyen nagyon megelégedett, tudod, így hosszan felvezetve nevet, hogy halkan kezd, és akkor így kiteljesedik. Húha, várjál, átgondolom. Hát ez kicsit meg is ijedt, annyira jó volt. Kedves szinkronstúdiók és filmstúdiók, hogyha igényetek van főgonoszra, akkor... Sokan gondolják ezt egyébként. Nem, végtelenül kedves ember. Ja, és azt elfelejtettem hozzátenni, hogy én először találkozom Madival, úgyhogy ezért az extra izgalom, először ülünk egy, aztán nem. Nem. Személyesen így, de... Így, de egyébként nem. Egyébként látásból már, igen. Hát ezek szerint emlékszik. A következő játék, ez egy viszonylag új játék, van 4-4 darab kártya, az egyiken harmóniák vannak, a másikon pedig egy hang nem. És az lenne a lényeg, az te választod, hogy lejátszod a harmóniát, amit húzol, vagy megmondod, hogy milyen hangok vannak benne. Oké, lehet, hogy nem fog sikerülni. Kicsit megkevergetem. Harmonikát. Ezt. Na jó. Dandozajkának is ez volt múltkor, nem tudom, hogy mit történt. Ez egy moll. Moll major 5B. Moll major 5B. Jézus Mária, ez ki használja ezt? Hát, tudod, mi ez? Ez a James Bond akkor. Igen. Ez a James Bond. Azt hiszem. Igen. Ez ilyen izé, amikor a James Bond azt gondolja, sikerülni fog vele. Hát vagy ugye a főgonosz. És nem. Ez nem. Csak hogy megmutatom, hogy nem ugyanazok az akkordok vannak mindig, mert most már lehet, hogy elkezdtek gyanakodni. Nem tudom, hova mutassam. Mindenféle hülyeséget kitaláltam. Ez most a véletlen miatt ugyanaz lett. De figyelj, ez gyakorlatilag ez ilyen popzenében nem nagyon használható. Nem, ez nagyon kevés helyen szerintem is. Direkt olyan akkordokat kerestem, hogy... Vannak akkordok, amiket használni hozzá. Ez például nem az. Madi, és akkor a harmadik játékom az pedig az lenne, hogy kitaláltam, hogy melyik a kedvenc zenéd. És abból beraktam egy ilyen hosszabb verziót, fel kéne venned egy fejhallgatót. Erre gondoltam? Igen, köszönöm. És ebben viszonylag hangosan fog menni a zene, hogy ne halld, amit mondok, és a számról leolvasva kellene kitalálni, hogy mit mondok. Szólj, hogyha nagyon hangos. Jó. Csak megmutatom, hogy jódlizós, sramli zenét választottam most Madinak. Hallasz engem? Jó, nem hall. Oké, nagyon jó. Most jön a szó. Most. Okay. Kadenciális szekvencia. Oké? Okay. Most. Kadenciális szekvencia. Még egyszer. Kadenciális szekvencia. Hókirálynő lába. Nem. Kadenciális szekvencia. Hát ez le... meleg vízcsővezető. Még egy utolsó. Kadenciális szekvencia. El kell káposztáltam gottát. Mi volt? Kadenciális szekvencia. Köszönöm szépen. Nem ezeken szoktam gondolkodni. Tudom. Ezeken ütemesen gondolkodni. De jó volt, igen. Most, hogy így mondod, ezzel... Ugye? Igen, gondoltam rá, de nem vittem ilyet ki. Nem értem. Hogy én ilyen szavakat tudok egyre. Nem, azt gondoltam, csak hogy ilyet kimondasz a szádba, hogy kadenciális szekvencia. És akkor Madi...
Menjünk is. Az elek baromi jó tesz. Egyel komolyabb kérdések következnek. Lenne olyan külföldi zenekar, aki, hogyha fölhív, azt mondja neked, hogy Madi, holnaptól ki kéne költözni, és akkor érte, ott hagynád az egész hóbelebancot, és kimennél vele játszani. Több is van. Több is van. Hát figyelj, gondolkodtam, hogy a Bonnie-embe beszállnék, de ilyen csak táncos komikus. Igen, igen, semmi, persze. Gitázásról nincs szó. Nem, nyilván. Hát a Sting az ez. Igen? Aha. Peter Gabriel. Holnap, hogyha ma délután följövne, hogy holnap indulás. Sting Peter Gabriel. Ja, ja, ja. De szerintem ez értető. Hát abszolút, nem az, értető, nyilván. Értető, abszolút. Mert még a menővel se rossz egyébként, aha, csak egy kicsit ki kéne gyúrni magam meg ilyenek. Többen is kérték, hogy ezentúl, hogyha gitáros jön a taníts egy fikcsibe, akkor picit beszéljen a gitárjáról, amit hozott. Miért pont ezt a hangszert választottad? Ez volt elől. Képzelem, mik vannak hátul. Ez volt elő. Meg egy is jól mutat. Jól néz ki, igen. Az igazság, hogy az inkhez. Most ez a kedvencem. Ez egy Tom Anderson drop top. Ugye a drop top, ugye rádobták a tetejét az aljára, tehát így lehetne ilyen pusztai módon fogalmazni. Igen. Ez egy mahagoni gitár, jó tetővel, saját hangszedőkkel. Marha jó nyaka van, előttem dumáltuk, hogy kicserítettem a nyakát, és egy ilyen 3-4 évbe telt, mire visszaküldték Amerikából. És akkor minden gyári rajta, igaziból? Ez totál gyári, tartja a hangolást, viszonylag sokoldalú. Nagyon szerettem, tök jól néz ki. Ha már itt a gitároknál tartunk, Madi, akkor volt olyan gitár, amit eladtál, és nagyon megbántad? Volt egy régi Ibanezem, egy S540-es. Vágom. Egy fekete. Imádtam, eladtam, megmondtam, meg volt egy Music Man Axis-en, az nem volt annyira habos-babos, meg a nyaka is más volt, mint a standard, nagyobb volt a nyaka, lehet, hogy ezért vagy úgy szólt, mint a disznó. Eladtam, azt egy kicsit megbántam, csak tudod, én egy ilyen nagyobb testalkatú pali vagyok, és a Music Man-ek nem nagyok. Azok kicsik, igen. És az úgy nézett ki, mint tökön a gyűszű. Tehát, hogy amikor tényleg. Tehát, de egyébként az úgy szólt, hogy azt hittem belehalok. Madi, elfelejtettem majdnem egy dolgot, a villám kérdéseket. Atyavilág. Az a lényeg, hogy nagyon gyorsan kérdezek, te nagyon gyorsan válaszolsz. Gondolkodás nélkül. Nyaki vagy hidi hangszedő? Hidi. Floyd vagy vintage? Tremolo? Vintage. Single coil vagy humbucker? Humbucker. Analóg vagy digitális? Analóg. Kottából vagy fejből? Fejből. 10 perccel korábban vagy 10 perccel később? Mi? Bármit. Bármit? Aha. 10 perccel később. Igen. Film vagy könyv? Könyv. Klub, buli vagy aréna koncert? Életkora válogatja. Most ebben? Aréna. Hát ez egy picit áthallásos kérdés, remélem leesik majd. Vadászat vagy horgászat? Vadászat. Köszönöm. Visszakapcsolódva az előző témához, bocsánat, egy picit szerteszét vagyok, mondom itt a megilletődöttség miatt. Én is egy-két könycseppet így el. Van-e olyan gitár, amit viszont soha nem adnál el a mostani gyűjteményedből? Aha. Van egy nagyon régi 7 úros Ibanezem, a Steve Vai, az a UV. Igen, zöldes. Zöldes, ja. Sárgás, pirosas, nem tudom csoda. Az valószínűleg nem. Érzelmi okok? Érzelmi. Hát az, ja. az én fiatal korom. Tehát, hogy most már lehet ilyet mondani, sajnos már nem vagyok annyira fiatal. De azt nem. Az olyan, hogy Jézus Mária. Azért nem használom, hogy már kezdem félteni. Aha. Meg már lustulok. Öregszem, lustulok, és már ja. Féltem nagyon, hát régi, 31 éves gitár. Azt a mindenit. Ja, és hát abból 1000 darab készült. Nem mondod? Persze. Azt nem tudtam. Hát akkor az a nyugdíjad kiegészítés. Hát az én fiamnak a... Így van. Valószínűleg ezt sem fogom soha, mert ezen annyira dolgoztam rajta, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon jó legyen, és nagyon jól működjön. De amúgy, meg van egy fehér Anderson, azt jön nagyon adnám el szívesen. Ja, és van egy Nano úros gitárom, egy Alhambra, amit imádok, nagyon jó rajta dalt írni, nagyon inspiráló,
meg ugye klasszikus gitárral kezdtem gyerekkoromban, és az nekem ez még úgy él. Nem gyakorlok sokat egyébként ezzel, csak van egy olyan melankolikus, romantikus hangja annak a gitárnak, hogy nem. Azért a nylon ez egy külön titokzatos kategória. Hát ez egy másik hangszer, abszolút. Igen, bocsánat, igen. Csak ennyi. Szóval. Jó, köszönöm. Ja, szépen. És ja, nem viccel. Milyen számot vagy ficsit tanultál meg most legutoljára, amire azt mondtad, hogy úristen, de jó ez a riff, de jó ez a szóló, de jó ez a bármi, és leültél és megtanultál. Én soha életem nem csináltam. Nem mondod? Soha. Rá voltam kényszerítve egyszer, hogy megtanuljak egy olyan riffet, ami, de tényleg, amiről azt hittem, hogy könnyű, de nagyon nehéz. Hát, Britney Spears azért. Vicce? Jól tudhatatlan. Tehát, és ez rohadt nehéz. Hát azt tudom. És igazából ebben a és én azt hittem, hogy ez könnyű. Megmondom neked őszintén, egy hétig kutattam az internetet, hogy ez hogy van eljátszva. Senki se tudja. Senki? Nobody. Ott lőttem meg, hogy egyszer a Knopflernek volt valami, a saját stúdiójában mutogatta a stúdióját, és akkor néztem, hogy Jézus! Hogy ő egy ilyen hibrid Nashville, nem tudom mit csinál, ami megfejthetetlen. Akkor tanultam meg dolgokat nagyjából, akkor még demoztam a 90-es években Rolandnak, meg Marshallnak, és ott kötelező volt az, hogy ismert dolgokat csinál. Igen. És akkor játszottam ilyen Satianikat, meg ilyen Májokat. Hát nézd, a mai önkritikámon ezt már nem tenném. Akkoriban egy kicsikét gyártástalan volt. Volt-e olyan pillanat így a hát nem rövid pályafutásodban, ezzel nem arracélzok, hogy idős vagy, csak elég régóta hát profi szinten űzöd a gitározást, de volt-e olyan pillanat, amikor így elbizonytalanodtál magadban, hogy hát én nem vagyok elég jó, lehet, hogy nem is ezt kéne csinálnom. Nem. Ajaj, persze. Igen? Persze. És azon hogy sikerült így túllendülni? Hát, igazából az alkohol segít. Vicceltem. Az embert a barátok azért nagyon sokat szokták segíteni. Nekem nagyon sok nagyon jó barátom volt, van, remélem lesz is. És ők mindig meggyőztek arról, hogy ezt most így kell csinálni, amit én csinálok. Bennem sohasem tombolt az önbizalom. Ezt én nagyon jól tudtam játszani a színpadon. De én nem voltam sohasem egy ilyen önbizalomtól feszülő valaki. Ez viszont van annyi sütnivalón, hogy van egy rálátásom így a dolgokra. Tehát nekem viszont széles a horizont. És látom azt, hogy az ember mindig szeretne valamivé válni, ami belül magának akár célkét tűz ki. És ahhoz, hogy bizonyos célokat elér, vagy ahhoz, hogy bizonyos saját maga számára megfelelj, ahhoz valóban tényleg sok munkát kell belefektetni, de hát mi gitárosok általában lusták vagyunk, ezt valljuk be, de azért sok munkát bele kell fektetni, és megpróbálsz hasonlítani az elején nyilván valakihez. És amikor ez a két kép úgy nem ér össze, vagy valahogy nem sikerül, akkor az ember egy picit olyan, hát azért ez nagyon gáz. Igazából nem ez történik, hanem létrehozott saját magadnak egy másik változatát. És én mindig megtaláltam valahogy, nekem marhamázni volt, nekem mindig megtaláltak engem olyan feladatok, amiben mindig egy ilyen oldalam kijött. Uh-huh. Tudod? És akkor ez így valahogy átlendített ezeken a folyamatokon. Ezeken a rossz érzésű ilyen önbizalom, ilyen, és hát nem tudok semmit, mert nem tudom, mert igazából senki nem tud semmit, mert elmondom, miért nem, és én sem. Azért, mert mindig van új. Persze. És minél többet megtanulsz, megtapasztalsz ebben a dologban, annál jobban kinyílnak világok. És rájössz, hogy abban a világban, hát, mert hogy nem lehet mindent megtanulni. Tehát az embernek egy idő után, nálam sokkal okosabb emberek mondták azt, hogy azt erősítsd, amiben erős vagy. Én nem mint ilyen szóliszti, ilyen virga gitáros vagyok. Én ilyen gitáros vagyok szerintem, ilyen textúrális. Most, hogy ilyet lehet mondani, most ilyen szavak. Pontosan nem tudom, igen. Tehát, mit akarsz? Én festek. Tehát én festek a gitára, de nálam ez működik. Tehát nálam, én inkább voltam mindig hangszerelő vagy szerző, mint igazából egy effektíve gitáros, elétették, és akkor játszd el. Én mindig azokat a skálákat használom, amiket gyerekkoromban találtam ki magamnak.
hibátlanul működnek, azt nem kell, hogy mondjam. Hangok ugyanazok, csak igen. Más a... Érted? Persze. Milyen hiányosságaid vannak a gitározásban, illetve mi az, ami szerinted kifejezetten erősséged? A hiányosságaim már nagyon rosszul olvasok kottát. Tehát kritikán aludik. Abszolút tudom, miről beszélsz. Kritikán, az is gyakorlás. Persze. Kritikán aludik. Nem vagyok jazzista, tehát amikor elém tesznek egy jazzkottát, akkor azzal engem el lehet némíteni. Uh-huh. Rendesen. És mi az erősséged akkor? A festés. Szerintem abban ügyes vagyok. Tehát azt hiszem, jól tudok gitárt hangszerelni. Tehát hogy nagyjából tudom azt, hogy meg a hangszínek, meg tudom effektek használni. Tehát ez olyan 80-as években jövök. Ja. Tudod, és ott akkor ez nagyon divatos Abszolút. Volt. És mi Kelet-Európában a 80-as években, figyelj, fogalmam nem volt sem erről. És én hallgattam az osztrák rádiót, meg néztem az osztrák tévét, és így próbáltam lekagylózni, hogy mi folyik itt. És rájöttem, nagyon egyszerű dolgok vannak, csak nagyon jól van megproducálva. Igen. Még két kérdésem van, Madi. Az egyik az, hogy ahogy te is említetted, hogy meg hát tudom is, hogy brutális sok otthoni munkát végzel, producerkedés, zeneírás. Melyiket élvezed jobban, ezt vagy az élő koncerteket? Az élő koncerteket. Persze. Yes. Hát az egy interakció az emberek. Ez mindig egy ilyen energia folyamat. Aha. Azt én nagyon-nagyon szeretem. A producerkedés meg a zeneírás az olyan, hogy az vagy jön, vagy nem. Tehát, hogy ott persze lehet matekból nótát írni, tehát nem azt mondom, de lehet ülni, és akkor azt kitem, na ez most ez ilyen lesz, és kész. Vannak nóták, amiket nem kell megírni. Volt ebből már pár. Érted? És nekem ilyenekből rengeteg az eszembe jut. Régen azért megküzdöttem, most már egy várrándítás intézem. Tehát, hogy egy... Tudod? Csomó ilyen dal is van, hallgatod, és nem érted ezt, miért? Egyre több. Érted? Nem érted. Persze, az a basszus, meg az a lábdob van, mindenütt ugyanaz a pergő, ugyanaz az éneffektet. Jé, ez a szörnyű, ez mindenhol ott van. Aha, az éneffekt ugyanaz, ez most csaj, vagy most? Fogadjuk, hogy nem fog a harmónia mellett megváltozni. Hát az... És fél perc, és tényleg nem. Vannak nóták, amik így megmondják, hogy a jó nóták megmondják, amit kell velük csinálni. Ott nem kell agyalni sokat. Még egy utolsó kérdés, a Fikcsi előtt, és már most remeg a kezem, hogy mik lehetnek még a céljaid egy ilyen pályafutással hátad mögött, akár a zenekarokat nézem, ahol játszottál, akár a lemezeket nézem, amiket te csináltál, fölvettél, játszottál rajta, hogy hova tud még ez fejlődni, mi motivál, miért csinálod? Ó, ez egy nagyon jó kérdés. Én ezt szeretem csinálni. Hát ez... Én nagyon szeretek gitározni. Ja. Tudhatom, de nagyon szeretek gitározni, nem tudok. Mert szeretem ezt a szerepet is. Uh-huh. Ez a jó szerep. Abszolút. Egyébként. Jó benne feloldódni, és ahogyha az ember ilyen régóta csinálja, akkor az embernek az egyéniségének, az identitásának egy olyan részévé válik, amit nem tud már eldobni. A másik pedig, én fogok csinálni ezt a sajátot. Yes. Kézzel el. De királyság, ez mikorra? Hát ez fogalmam sincs, van meg egy pár nóta, meg hát én most így kezdek is szövegírókkal barátkozni, most már egyel. Nekem ilyen bizonyítási kényszerem nincs. Nem csodálom. Most hogy hol verjem magam, most meg minek, meg kinek. Nincs. Mindenki ugyanazt a kenyeret teszi. Én szeretnék csinálni anyagot, ami lehet, hogy egy idejét múlt gondolkodás, de nekem van egy ilyen szívem vágy, ezt én meg szeretném csinálni, attól függetlenül, hogy ez sikeres lesz a vagy sem. Minden esetre többünk nevében mondhatom szerintem, hogy nagyon várjuk. Hát én is. Szerintem olyan lesz, mint amit én szeretek csinálni. Hát az mondjuk az jó, hogyha a saját anyagot csinálod. Ez egy nehéz ügy. Nem az a jó, ha azt csinálod, amit szeretsz, hanem az, ami jól áll. Lehet, hogy én például marhára szeretek jazzgitározni. Ja, csak... De azt, tehát azt hiszem, hogy nem kívánnám senkinek. Igaz. Érted? Igen. Tehát, hogy ez egy... Érted? Tehát, hogy... Szóval meg kell találni egy olyan mesdjét, amiben jó is érzem magam, meg ami jól is áll. Nekem már nagyon hiányzik ez a zenélés, ennek bolondulok, tehát ez borzalmas, ez az egész. Ja, ez az én tervem most. Madi, nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre, és most jön az igazi megmérettetés számomra. Nem megmérettetés. Hát ez abszolút. Ez egy Fikcsi, amit egy ilyen nótához találtam ki, ami demóba fönn is van. El tudom egyetlen játszani, ez a nagy kérdés. De.
lassan. Abszolút más jellegűeket szoktak hozni, de egyszerűbb. Megnéztem az előzőeket, és az előzőekből volt kettő, amit akartam ma hozni. Nincs oda véletlen, és akkor kellett egy ilyet. Persze. Jó. Amit a Peta mutatott, aha, azt én azt akartam elhozni, aha, mert hogy az egy ilyen viszonylag mindenki számára középhető. Abszolút. Ez tök egyszerű egyébként. Igen, látom, hogy ilyen üres, húros, pullofos, miben vagyunk, hol tudjuk ezt használni, pár szót mondj rá. Ez G-ben vagyunk. Aha. A pengetés érdekel engem, a jobb kéz. Csinálj. Az az. Már ezt mindjárt fejbe összerakom. Aha. Jó, ott vissza. Olyasmi. Aha. Mert pillanatban megpróbál. Nem. Olyasmi. Aha. És úgy van egy ilyen, hogy... Egy nagy darabig. Country, de... Hibrid. Jó, ez a fikció, akkor ezt próbáld meg nekem, meg nekünk nagyon megtanítani. De menjünk még egyszer az elejéről. Aha. Ezt én két részre szedném. Tehát van az első, hogy... Ez ismétlődik. Megpróbálom. Lehet. Aha. Oh. Kontroll, kell hozzá kontroll. Aha. Yes. Meg. Tehát, hogy ez az egy... Ugyanaz a másik. Nézzük meg. De tehát a jobb kéz ugyanaz, ugyanúgy pengetem, meg ugyanaz a szekvencia, csak más hangok. De király. Csak gyors, ez impresszív. Tehát azért ezért ilyen... Van már egy ilyen csavar. Aha. Nézzük ezt a részt. Megpróbálom. Nem akarsz komolyban foglalkozni az egyiket? Hát, néha még magamat is meglepem. Jó. Tehát ugye ez a... Mindegy, ez sallangok. Végére. Azért hoztam ezt egyébként, mert ez nem egy ilyen általános. Hát az abszolút valami. Nem. Tehát nem. Annyit még te mondjunk el, vagy itt mutasd meg létszel a kamerába ezt a jobbkézpengetést, hogy ezt hibrid pickinggel kell csinálni, ami azt jelenti, hogy a középső ujjunkat is bevetjük. Egyébként készítettem erről videót, azt majd itt megnézhetitek valahol. Én nem tudok hibrid pengetni. És te, hogy... Azért pengetek hibrid, mert egyébként ezt újra találtam ki. Ja. Csak az embernek ugye ez a része, ez nem annyira pregnáns. Abszolút, persze, igen. Ezt már tudod csípni. Arra vigyázni kell, hogy itt azért lekedem fenni fölül. Ja. Slide. É
Megpróbálom még egyszer, mert ugye elvileg az a lényeg, hogy én megtanuljam ezt. Szép lassan. Nem, bocsánat. Elfelejtettem. Jó, ott visszamegyek, bocsánat, megvan. Azaz. Az vagy. Az, amelyik, igen. Vagy itt összed bit. Tehát, hogy... Tehát, hogy tényleg azt jelenti, ez nagyon atom. Tehát ez egy ilyen... Tehát ez borzasztó. Tehát, hogy ez, ez egy ilyen stíluson belül. És ültem a kanapén, tudod, és éppen néztem a Western filmet. És ez úgy rednek, tudod, hogy közben modern. Ja. Tehát ebbe ez a csavar. Igen. Tudod, és mondom, na, én ezt fogom elhozni. Hát, kedves nézők, illetve ma következő órára ezt megpróbálom kigyakorolni. Remélem, hogy jól érezted magad. Abszolút, és na, én elképesztően hálás vagyok, hogy végre találkozhattam veled, meg levettél egy asztalhoz. Én nagyon örülök. Nagyon szépen köszönöm a Ficsit, meg köszönjük a Ficsit, majd a tapot azt felrakom, és letölthetitek a Patreon oldalamról. Remélem, hogy nektek is tetszett a videó, remélem, hogy jó volt hallgatni nektek is Madit, és remélem, hogy a Ficsit is majd megtanuljátok és beépítitek a játékotokba. Köszönjük, hogy végignéztétek, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Hát, Madi, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm, nagyon jó volt. Ez szerintem nagyon menő lesz. Ez egy jó sorozat, amit csinálsz. Köszönöm szépen! Köszönöm.